Sziasztok! Elérkeztünk egy újabb frissítéshez. Igaz, nem sok minden jött, de az a kevés is elég sok mindent jelenthet. Gondolok itt például a hóviharra. De előbb nézzük meg azt a kevés keszkint, ami jött. Lesz majd egy ütős, mesterlövész páros, ami első ránézésre az évszakokat idézi elő, a tél és az ősz. És ez a két skin csak 1200 V-Bucks lesz, ugye pár darabja, amihez jár backbling. És srácok, jönni fog a molylepke skin. Igen, emlékeztek, amikor hülyéskedtünk, hogy a kockából majd a molylepke fog kijönni. És úgy néz ki, hogy ez tényleg bejött az Epicnek ez a mém, így elhozza a skint. Sajnálatos módon csak a csákányát láthatjuk, ami a lámpa, és ez csak 500 V-Bucks lesz. Valószínűleg a skin nagyon elrejtették a fájlok közé, ugyanúgy, ahogy a Dark Bombert, és a most megjelent Nara skint is. Hisz nem is tudta senki, hogy ez a skin létezik, és egyszer csak bent volt az item shopba. Úgyhogy az Epic kezd rájönni, hogy dugja le a skineket a fájlok közé, ne tudják elő, és lehetséges, hogy hónapokon belül már nem is fogjuk őket kilikelni. És ez volt a season utolsó frissítése, ami azt jelenti, hogy megkaptuk a Week 10-es töltőképernyőt. Emlékeztek még a season 6 trailerében, amiben ugyebár a Haunted Hills kastélyánál buliztak, és úgy néz ki, hogy ezzel zárul le majd a season 6. Mit is láthatunk a képen? Bal oldalt aim látható, és ismételten lopakodó üzemmódban van. De vajon mit akar? Jobb oldalt lent látható az a burgeres kigurumi skin, amit kivettek a játékból. Mármint szó szerint kitörölték a fájlok között. Akkor mit keresne itt a Week 10-nél? Lehetséges, hogy visszajön? Lehetséges, hogy valami nem item shopos, hanem valamit más terveztek vele? Ez majd kiderül. A legfelső hangfal tetején, a kép közepén látható 4 darab koordináta. Ezek a koordináták Fatal Fields és környékére vonatkoznak. Nem hiszem, hogy ingyenes csillag, illetve ingyenes ikon lenne, mert ekkora területen keresgélni elég macerás lenne. Arra gondoltam, hogy itt valami történni fog, valami mini event, vagy ide fog jönni a vihar, amiről mindjárt beszélünk is. Lehet tippelni, mi lesz itt, hiszen már most csütörtökön kezdődik a Week 10, úgyhogy itt van a nyakunkon a lezárás. Jövő héten már Season 7 van, srácok. Most már lehet hallani a hóvihar hangját. Lehetséges, hogy még Season 7 előtt eshet a hó a játékban, mivel a fájlok között bekerült olyan, hogy hópihe. Azt állítják még, hogy ez a jeges, ködös vihar az egész sziget köré fog menni, és nem csak egy területen fog támadni. Hát erre majd kíváncsi leszek. És akkor, emote time! Na ezek lettek volna a leakelt dolgok. Állítólag azt mondják még, hogy pár skin még van a játékban, amit nem tudtak előkaparni, ilyen például a Moi, ugyebár, viszont azon kívül is lehetnek még meglepetések. Nektek mely skin, illetve immód tetszett a legjobban? Vagy megvárjátok a Mr. Moi lepkét? Azért egy szakszofonos Moi ember az kemény lenne. Nagyon itt van már a tél,
Hisz ha megnézitek majd a karaktereket a játékban, látszik a lehelletük. Szóval itt van már a hideg a Battle Royale szigeten, szóval nem sok kell már a Season 7-hez. Na készül, hogy megnézitek a videót. Amint lesz valami újdonság, esetleg kilíkelődik a MOI, azt ki fogom rakni Facebookra, úgyhogy érdemes lesz követni. Na köszönjük, hogy megnéztétek! Sziasztok!